Hétköznap délelőtt is zsúfolt a parkoló Sóstón. A nyári hónapokban rengeteg külföldi és belföldi turista érkezik Nyíregyházára. Az ő biztonságukat szolgálja a Tourist Police. A rendőrök diákok segítségével járőröznek, de civil ruhások is dolgoznak ilyenkor a turisták által látogatott városrészen. A tanulók 50 órás közösségi szolgálatukat töltik a rendőrségnél, így fizetést ezért a munkáért nem kapnak. Munka közben egységes pólót is viselnek, így még könnyebben észrevehetik őket a turisták. A nagykállói Budai Nagy Antal szakgimnáziumból jöttem. Azért választottam a Tourist Police-t, mert nekünk kötelező is egyben, és nagyon jó mulatság, és így szórólapokat is osztogatunk, és megnézzük a parkolókban, az autóknál, hogy nem elhagytak valamilyen értéket az autóban, és ráteszünk egy figyelmeztető cédulát. A Veselényi Miklós szakgimnáziumba járok, és azért választottam ezt a közös szolgálatot, mert nagyon sok mindent hallottam róla, és nagyon tetszik, szórólapokat osztogatunk, a strandon is voltunk szórólapokat osztogatni, állatkertbe is. A turisták elvárásai között szerepel a biztonság, ezért is fontos az a munka, amit végeznek. A diákok hétfőtől péntekig napi 3-4 órát dolgoznak, naponta maximum 10 fő segíti a rendőrök munkáját. A diákok munkája azért is hasznos, mert több idegen nyelven beszélnek, így a külföldi turistákkal is könnyen kommunikálnak. Rendészeti szakközépiskolások a gyakorlati foglalkozásokat is itt hajtják végre. Maga a Tourist Police szolgálatról 6 évvel ezelőtt került ez kialakításra, mint említettem a diákok viszonylatában. Maga a szolgálatnak a célja nem más, mint a közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése, és nem utolsó sorban is egyik legfontosabb dolog, hogy az ide látogatók szubjektív biztonságérzetének a növelése, illetve fenntartása. A diákok a nagy látogatottságú tömegrendezvényeken is segítik a rendőrök munkáját, például a Vidor Fesztivál ideje alatt is járőröznek majd a hivatásos szakemberekkel. A rendőrség a határon túl is segíti a magyar turistákat. Horvátországban a tengerpart idegenforgalminak frekventált övezeteiben magyar rendőrök is járőröznek. A közös járőrszolgálat során Zadarban és Pulán, valamint a környékbeli településeken, jellemzően a közterületeken, a strandok környékén vannak jelen, továbbá alkalmanként parti járőrözést is ellátnak. A magyar rendőrök közlekedési baleset esetén közreműködnek az ügyintézésben, és a nyelvi nehézségek leküzdésében is segítenek.